23 Tolna megyei településen betöltetlen a házi orvosi praxis. Gyönkön, Tolna Nimrédiben és Tevelen is több mint 10 éve nem találnak embert a feladatra. A megyében Gyulajon áll legrégebb óta üresen a praxis. 2005 óta nem találnak házi orvost. Hiába tárgyalt az önkormányzat több jelentkezővel is, hiába áll minden rendelkezésre, az orvosok mégsem akarnak a 900 lelket számláló településen letelepedni. Ilyen volt 4-5 is. Ilyen alkalom volt. Volt olyan, amit a testület elé is hoztunk, meghallgattuk, hogy mire gondolt, mit szeretne, vagy hogy szeretnénk, elmondtuk, hogy mi hogy szeretnénk, hogy menne a dolog, és körülnézett, elment, tájékozott, és nem tért vissza. Gyulajon azóta is csak helyettesítő orvos dolgozik. Selmeci László szerint egy ilyen kis praxis nem kifizetődő egyetlen vállalkozó orvos számára sem. Ezt mondja Sranc Róbert, szekszárdi házi orvos, a Tolna megyei orvosi kamara titkára is. Úgy véli, azért nincsenek az elsősorban kis és kieső településeken házi orvosok, mert nem elég vonzó ez a szakma. Úgy látja, ezen a helyzeten a letelepedési támogatás valamelyest segített, de a praxisvásárlási támogatás nem sokat változtatott. Valószínű, hogy nem csak erre lenne szükség, tehát erre a két pályázati rendszerre, hanem az alapfeltételeknek a javítására is, tehát egy biztos jogi helyzet teremtésére és az alapfinanszírozásnak is a további emelésére, hiszen az elmúlt években, tehát több mint 3 évvel ezelőtt történt erre kísérlet, de azóta megállt ez a folyamat. Januárban országszerte 469 házi orvosi és 256 alapellátó fogorvosi praxis állt üresen. Egy év alatt 55-tel nőtt azon praxisok száma, ahol nincs orvos. Derült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető adatokból.